szépen. Keresztés egészséget kívánok, és a valósítsuk. És a keresztés egészséget, hogy az első Hölgyeim és Uraim, röviden csak azt szeretnék nyilatkozni, hogy várjuk alá azt a megállapodást, amelyel pontosítsuk a zsinagógának, a zsinagóga épületének azt mondom, hogy az igazgatását. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy a zsinagóga épületére vonatkozóan az alapítvány, zsinagóga alapítvány fogja igazgatni. Az alapítványnak a tagja az önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács és a Zsidó Közösség, és nem fogja senki se kisjárítani azt a jogot, hogy a zsinagóga épületét önállóan igazgassa vagy irányítsa. A zsinagóga épülete az önkormányzatnak a tulajdonában van, abba is fog maradni, és az önkormányzat fogja irányítani a folyamatot, az önkormányzatnak a döntésén nélkül semmilyen olyan döntés nem történhet, vagy nem hozható a zsinagóga épületével kapcsolatban, ami nem az önkormányzatnak az érdeke, és nem a szabadtéri polgárnak az érdeke. Ugyanazok a döntések teljes mértékben, hogy akceptálják a Zsidó Közösségnek az érdekeit, és a Nemzeti Tanácsnak a beruházással kapcsolatos érdekét is. Én remélem, hogy ez az aláírás után az elkövetkező egy másfél hónapban megindul az a folyamat, ami a belső felújítási munkáknak az elkezdését jelenti, és azt is akarok mondjam, hogy mai nap írtam azt a dokumentumot, amit elindítottuk a közbeszerzési folyamatot a zsinagóga északi szájának a felújításával kapcsolatban, és ez valószínűleg tartom május közepén meg is, hogy május végén indulnak a zsinagóga északi szájának a homokotának a felújításának a munkálata is. Tehát egy 40 éves hosszú útnak a végére jöttünk, és véleményem szerint a zsinagóga életébe egy új út nyílt meg, és nyílik meg ebben a felújítással, ebben a beruházással, és remélem, hogy a jövőben a zsinagógának a rendeltetése, a zsinagógának a működtetése úgy szintén olyan szép és eredményes lesz, mint ahogyan elkezdődött 1902-ben, amikor megépült a zsinagóga. A Magyar Nemzeti Tanács képviseletében azt szeretném elmondani, hogy egy olyan állomáshoz érkezett a szabadtéri zsinagóga felújítása, hogy élő műemlékké válva funkciójában, mint szakrális, mint közösség erősítő, építő a több nemzeti közösségekből álló, élő emberek közös helyszíne találkozó felévé válhat. Hála annak egyebek között, hogy a szabadtalás önkormányzata, a szabadtéri zsidó hitközség és a Nemzeti Tanács megtalálta azt a lehetőséget, a tehetséget, amely elsősorban abból adódott, hogy sok más támogatás mellett tavaly Orbán Viktor az ország miniszterelnöke 100 millió forinttal, később pedig a magyar kormány még 400 millió forint támogatással teszi lehetővé, hogy a teljes zsinagóga felújítása megtörténjen. A mai megállapodás azt hiszem, hogy azt a közös együttműködés példára is mutatja, amely egy ilyen fontos épületnek a jövőben használatára vonatkozik, és amelynek a legfontosabb eleme az, hogy egy olyan alapítvány veszi kezébe azokat a programokat, amelyek ott megvalósulhatnak, mint amilyen a szabadtéri zsinagóga alapítvány, és hát mindhárom ma aláíró fél megtalálja maga érdekeltségét, fontosságát, amely nem szólhat másról, mint az, hogy hogyan tudjuk ezt a gyönyörű világörökségé válható épületet úgy hasznosítani és értékesíteni a közösség mindannyiunk javára, hogy az a következő hosszú-hosszú évszázadokban is megmaradjon, és eleget tegyen minden olyan elvárásnak, amely fontos és jelentős az itt körül.